Páskujné Kovács Erzsébet, én bizodalmam Istene. Én bizodalmam Istene, te erős sziklavár, mi boldog ember az, aki rajtad bizton áll. Én békességem Istene, áldott a te neved, oltalma vagy és vigasza, aki téged szeret. Te benned hinni, oly csodás, hát jöjj, fogjad a kezem, hogy a hozzád vivő útról ne tévedjen le életem. Hadd dicsérjelek téged úgy, hogy ne legyen határ, sem ott, ahol felkel a nap, sem ott, ahol leszáll. Hadd beszéljenek rólad úgy az elmondott szavak, hogy akik olvassák, hallják, veled akkor ott találkozzanak. Remélem, hogy ez azért, mert amit szeretnék mondani, az fontos, és támadásként szeretném ezt megélni. Úgyhogy, ha nem haragszotok, közben időnként fogok egyet kortyolni a tejámból. Nem feledkeztem el a gyerekekről se, de még egy egész kicsit várjatok. Mindjárt fogom mondani a nektek szóló üzenetet is. Biztos meglepődtetek a kezdő éneken, mert ez egy úrvacsorai ének, az úrasztalánál szoktuk énekelni. Hogy jön ez most ide? Nem eltévesztettem a számot, véletlenül sem. Majd fogjátok érteni menet közben, hogy miért ezt az éneket választottam. Sokat beszéltem már nektek a Szent Sátorról és a különböző berendezési tárgyairól, a kárpitról és annak a színeiről, a mosdómedencéről, és ma is két ilyen berendezési tárgyat fogunk megnézni. Most a szokásomtól eltérően délután is beszélni fogok egy ilyen tárgyról, és nem beszélgetés lesz. Remélem, nem bánjátok, de ígérem, hogy érdemes lesz visszajönni. Feltehetitek a kérdést, hogy miért olyan fontos a Szent Sátor, miért nem valami új szövetségi dologról beszélünk, hagyjuk már a zsidóságot, meg a ceremóniákat. De a Szent Sátor nem csak arról szól, hogy sok ezer évvel ezelőtt egy nomád törzs hogyan képzelte el az Isten tiszteletet, hogyan ölték az állatokat halomra egy mészárszéken, még kevésbé arról, hogy egy unalmas, annám szőrszál hasogatóbb leírás egy helység berendezéseiről, bútorok elkészítéséről, és a többi. Mert akkor villámgyorsan átlapozzuk, ugye, és nem is érdekel minket tovább. De mindjárt meg fogjuk látni, hogy mennyivel többről van itt szó, hogy kapunk egy fantasztikus modellt, egy térképet a kezünkbe, hogy hogyan lehet élő és személyes kapcsolatunk, hogy hogyan tudunk vele lenni. Ugye a versben is elhangzott, az volt az utolsó szava, hogy kapcsolat, találkozás, bár nem beszéltünk össze, ugye a találkozás sátrának is hívják a Szent Sátrat. Mózesnek Isten szóról-szóra lediktálta, hogy milyennek kell lenni ennek a sátornak. Ez biztos, hogy nem véletlen, hogy ilyen részletgazdagon mondta el ezeket a dolgokat. És akkor most lenne az, amikor a gyerekekhez szólnék ezzel kapcsolatban. Gyertek egy kicsit. Nem tudom, itt maradok a mikrofonnál, ha nem bánjátok. Kézi mikrofon. Úgy nem szeretem, de jó. Köszönöm szépen. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy tudjátok-e már, hogy mik szeretnétek lenni, ha nagyok lesztek? Hogy mi az, ami úgy vonz titeket, milyen munka, vagy mi az, amit szívesen csinálnátok? Na, milyen elképzeléseid vannak? Kihangosítom, orvos szeretne lenni. Ti lányok? Divattervező, igen. Nem tudod még. Te se tudod? Jó, hát te még kicsi vagy, neked még nem kell tudni. Kinga, mint nagyobb gyerek. Na, mondd az öcsédét. Micsoda?
Ó, nagyon jó. Tanyát szeretne gazdálkodni. Nagyon jó, az is nagyon jó. Na képzeljétek el, hogy ugye tudjuk, hogy Mózes mikor kapta a 10 parancsolatot. Azt tudjuk, hogy kivonultak Egyiptomból, a rabszolgaságból, és utána nem sokkal az Isten odaadta Mózesnek a 10 parancsolatot. És képzeljétek, hogy ugyanakkor mondta meg azt is, hogy hogyan készüljön el ez a szent sátor, és megnevezett 2 embert, akik ebben a szent sátorban építők lesznek, vagy fő emberek lesznek, a kivitelezők, ma úgy mondanánk, hogy ők lesznek a kivitelezők, akiknek meg kell csinálni azokat a tárgyakat, amik a sátorban vannak. És ezt a 2 embert úgy hívták, hogy Bécaléel, azt jelenti a neve, hogy Isten árnyékának fia, és a másiknak pedig az volt a neve, hogy Aholiáb, az atya sátra, azt jelenti a nevük. Képzeljétek el, hogy még Egyiptomban vannak, még rabszolgák, még sehol nincs a kivonulás, sehol nincs a szent sátor, rabszolgák és téglákat pakolnak. És a szüleik, amikor a nevet adják nekik, a gyerekeiknek, akkor olyan nevet adnak nekik, hogy az egyiknek az, hogy az árnyék fia, Isten árnyékának fia. Ugye tudjuk, hogy a szent sátor szolgálata, az egy árnyék szolgálat, ami Krisztusra fog nekünk előre mutatni minden, ami ott zajlik. A másiknak meg az a neve, hogy az atya sátra. Még alig voltak pici babák, sőt, talán még meg se születtek, már az Isten eltervezte, hogy ez lesz a nevük, képzeljétek el. Nem fantasztikus dolog? Még rabszolgák téglát gyalulnak nehéz munkával, vagy téglát taposnak, a szalmát kellett taposni a téglakészítéshez, és ott az építkezéseken dolgoztak. Nagyon kemény rabszolgamunkát végeztek. De az Isten már akkor tudta, hogy ezt a 2 embert el fogja hívni. Úgy írja a Biblia, hogy név szerint hívta el őket. Tehát a nevük jelentése is fontos. Így hívta el őket, hogy ők ennek a sátornak a berendezési tárgyait fogják majd megcsinálni. Nem klassz dolog? Képzeljétek el a saját életetekbe, hogy nálad már tudja az Isten, hogy te hogy fogsz gazdálkodni. Nálad már tudja, hogy hogyan leszel orvos, mondjuk, vagy hogyan készít fel téged arra, hogy orvos tudjál lenni. Már mikor megszülettél, akkor tudta. Persze nem muszáj orvosnak lenned ettől még, tehát ha mást választasz, az is jó. De azt is elárulom, hogy az Isten azt is előre tudta, hogyha változtatsz rajta. Tehát ő azt is tudja, hogy amikor felnőtt leszel, vagy te felnőtt leszel, akkor milyen munkád lesz. És még azt is, hogy hogyan fog neked a munkádban segíteni. Klassz dolog? Ez egy jó ígéret, nem? Szeretnétek, hogyha majd a munkátokban is ott lenne veletek Isten, bármit csináltok? Azért ez jó ígéret, nem? Na, akkor ezt az ígéretet így rátok bízom, gondolkodjatok rajta. Bármit választotok, azt az Isten már előre tudta, és segíteni fog titeket benne. Ahogy ennek a 2 embernek is segített. Így gondoskodik arról, hogy kiket hív el az ő munkatársaiként. Minket is ugyanígy hív el. A Krisztussal járás, a keresztény élet lényege, az a meghitt és bensőséges szeretet kapcsolat, amelynek minden szimbóluma és alapja megtalálható a Szent Sátorban. Ma 2 olyan tárgyról fogunk beszélni, ami az Istennel együtt töltött minőségi időnkről fog szólni, mert a minőségű idő nélkül nincsen kapcsolat az életünkben. Kérdezd meg a gyerekedet, hogy miből érzi a szeretetedet.
abból, hogy már az egyetemére is félretetted a pénzt, és annyit dolgozol, hogy alig marad időd, vagy arról, hogy mosol, főzöl, takarítasz, mindent rendbe tartasz mögötte, vagy pedig abból tudja, hogy szereted, hogyha csak ráfigyelsz, és minőségi időt töltesz vele. Nyilván az első kettőre is szükség van, nem azt mondom, hogy nem. De arra, hogy csak kettesbe legyél vele, és csak ráfigyelj, arra biztosan szükség van ahhoz, hogy minőségi kapcsolat legyen köztetek. Enélkül nincs intimitás, nincs bensőséges kapcsolat. És Jézus erre hív minket, alig várja a találkozásainkat. Zsidó levél 4. fejezet 16. rész. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Hol van a kegyelem királyi széke, tudjuk-e? És pontosan hol? A Szentek Szentjébe. Ez nem egy trónterembe felállított szék, ugye, mert első hallásra úgy gondolhatnánk, hanem a frigyláda tetején, a két kérub között Isten jelenlétét hívták így. A legintimebb kamrájában a Szent Sátornak, ahol a menny a földdel összeért. A Szent Sátor olyan, mint a filmekben, vagy a regényekben a kincses térkép, ami elvezet a kincshez, és ezért emberek sokszor képesek, hát a filmekben legalábbis így látjuk, egy életen keresztül harcolni egy térképért, hogy megtalálják ezt a kincset. Ugye a legtöbb ilyen kalandregénynek, vagy akciófilmnek sokszor ez az alapja. De sokszor le van kódolva, és előbb meg kell fejteni a szimbólumokat, hogy megértsük az utat, az odáig vezető utat, hogy miénk lehessen a kincs. Talán emlékeztek, hogy a mosdómedencénél mondtam, hogy a pitvar az rólunk szól, a helyettesítő áldozatról, az áldozati oltárral, és a mosdómedencénél mondtam, ezek azért vannak, hogy rendezzük a bűneinket, térjünk meg belőlük, és abban segítenek, hogy hogyan bánjuk meg azokat, és hogyan mosakodjunk meg rendszeresen. Ugye az asszonyok résztükreiből készült a mosdómedence, hogy hogyan szemléljük magunkat ebben a tökéletes tükörben, az Isten igéjében, a törvényben, ami Krisztusra vezérlő mesterünk, ami megmutatja számunkra, hogy mi helyes és mi helytelen, hogyha Istennel akarunk járni. A mosdómedence még rólunk és a megtisztulásunkról szól, a szentélyben már semmi nem lesz, ami rólunk szól. Itt minden Istenről és a vele való kapcsolatunkról, együttjárásunkról fog beszélni. Róma levél 5. rész 10. vers. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ez két különböző szint. A pitvar Krisztus haláláról szól, a szentély az életéről szól. A pitvarban minden réz, az ítéletnek a féme a réz, a szentélyben minden arany, a romolhatatlanság, a tökéletesség, az örök életnek a szimbóluma. Na akkor most gyertek, lépjünk be a szentélybe. Sajnos nem hoztam képeket, mert arra nem volt időm, hogy még azt is összerakjam, de képzeljétek magatok elé, hogy balra, déli oldalról a menórát, hogyha bemegyünk, akkor balra, délről a menórát, az örökkégő lámpást látjuk, szemben, közvetlen a kárpit előtt az illattételi oltárt, és jobbra, északról pedig a szent kenyerek asztalát fogjuk találni. Most a szent kenyerek asztalának és az illattételi oltárnak a titkát szeretném veletek megfejteni, délelőtt az egyiket, délután a másikat, és az itt lévő szimbólumokat próbáljuk most majd dekódolni. Elolvasom az igét, ami a szent kenyerek asztalához kapcsolódik. És akkor most már fogjátok érteni, hogy miért ezt az éneket választottam kezdőéneknek is.
2 Mózes 25, 23-30, 23-tól 30-ig olvasom az igét, de a 3 Mózes 24-ben is bővebben olvashattok róla. Ezután készítes egy 2 könyök hosszú, 1 könyök széles és 1,5 könyök magas asztalt akácfából. Vond be színaranyjal, és készítes rá körös körül aranyszegélyt. Készítes rá körös körül egy tenyérnyi keretet, a keretre pedig készítes körös körül aranyszegélyt. Készítes hozzá 4 aranykarikát is, és erősítsd a karikákat a 4 láb 4 felső végére. A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. A rudakat akácfából készítesd, és vont be aranyjal, azokon hordozzák az asztalt. Készítes hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel italáldozatot végeznek. Színaranyból készítesd azokat, tégyelém az asztalra mindenkor szent kenyeret. Tehát körülbelül 75 centi magas és 1 méter széles és 1,5 méter mély asztalkát képzeljünk el. Egy ilyen 7-8 centis pereme volt. Héberül úgy mondták, hogy Shulhan Lehem Happanim, a szent kenyerek asztala, amit hívtak állandó kenyérnek, örökkévaló kenyérnek, vagy sor kenyérnek is, mert mindig ott kellett lennie 2 6-os oszlopban. Tehát így képzeljétek el, hogy itt van 2 6-os oszlop, 6-6 ilyen lepény kenyérrel, ami a 12 törzset szimbolizálta. Isten rendelkezésének megfelelően szombatonként cserélték mindig ezeket a kenyereket, amikor a papok az ahetit elfogyaszthatták. A szimbolikája meglehetősen sokrétegű. Először is próbáljuk meg meglátni ezt a rendet, ahogyan ezek a kenyerek elhelyezkedtek ezen az asztalon. Egymásra rakva szépen 2 sorban, kovásztalan kenyerek voltak, leginkább a mostani olasz lepényekre, vagy a keleti pitákhoz hasonlíthatóak. A legfinomabb lisztből készült, ugye a kovásztalanságuk, azt tudjuk, az a bűntelenséget szimbolizálja, mert Isten így látta a népét, és így látja ma is. Hát ez nagyon furcsa. Mert ugye, hogyha kinéztünk a pitvarba, akkor nem egészen ezt a rendet láttuk. Vagy ha Izrael történetére emlékszünk, akkor nem egészen ezt a rendet látjuk Izraelben. Ugye rengeteg viszály volt, 4x3 törzsben laktak az emberek sátrakban a Szent Sátor körül. Már ott is viszálykodás volt közöttük, versengések voltak. Izrael történetét ismerve később azt is tudjuk, hogy ketté is szakad. Tudjuk, hogy voltak zúgolódók, már a kivonuláskor is zúgolódtak, voltak paráznák, lelki és testi értelemben egyaránt hitehagyó, gyarló emberek, hát ahogy mi közöttünk is. De Isten mégis ilyen szép rendben akarja látni a népét szimbolizáló kenyereket. Hát miért? Mert maga gondoskodik a fennmaradásunkról, a megtisztulásunkról. Amikor mannát adott a pusztában, ahol természetes szinten lehetetlen lett volna életben maradni, amikor illést megeteti, amikor rólunk gondoskodik a kilátástalan helyzetünkben, és lelki értelemben is lemondhatna rólunk, annyi bűnterhel minket, hogy nyugodtan mondhatná, hogy hát hagyjuk, kutyából nem lesz szalonna, ugye van egy ilyen mondás is. De hát mi mindannyian ilyen szalonnák vagyunk, ha úgy tetszik, akik kutyákból lettünk azzá. Ha nem így lett volna, akkor a papok is ugye azt látták volna, hogy hát ők belefáradnak ebbe a szolgálatba, ahogy ma is a lelkészek sokszor belefáradnak a szolgálatba, ha arra néznek, hogy mennyire érdemtelenek vagyunk, mennyire nem érdemes dolgozni értünk. Isten, én sokszor se értem Istent, hogy miért csinálja még mindig, meg miért ad újabb esélyt.
Amikor mi Isten népére nézünk, akkor vajon mit látunk? Vajon van-e hitünk arra, hogy Isten szemével nézzük Isten népét? Gondoljuk-e azt, hogy majd az a mennyasszony, akit az Isten magának választott, és felékesítve ott áll készen az esküvőre. Látjuk-e így az egyházat? Én bevallom, sokszor nem. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. De nekünk így kell nézni az Isten szemével az egyházat. Mert ha bízunk az Isten gondviselésében, akkor bizony ott leszünk. Mert Jézus vérén át nézi Isten az ő szeretett egyházát. Ehhez nézzünk meg egy következő rétegét a szimbólumoknak. Tudjuk-e, mit jelent Betlehem? Ugye a Bétlehem, ahol Jézus született, a kenyérháza, ezt jelenti. Gondoljátok, hogy ez véletlen, hogy ahonnan Jézus származik, azt a kenyérházának hívják ezt a várost. Már Rút és Boáz Dávid dédszülei is itt éltek, és Dávidot is itt keni fel Sámuel próféta, ezért hívták Dávid városának is. Még profécia is van rá, hogy innen kell, hogy várjuk a Messiást. Ugye Mikeás 5.2-ben olvassuk, hogy de te Efratának Betleheme, ugye a kenyérnek háza, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Egyébként is Jézus egész élete, az ő sorsa a kenyér sorsa. Tele van a Bibliánk a vetés, aratás, cséplés, a magvetés szimbólumaival, a gabonától a kenyérig tartó folyamatokkal. Megint profécia, felnőtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből, kivágattatott az élők földéből. Ezek mind, mintha egy búzaszáról, egy gabonáról szólnának. János 6.31-35-ig olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták néki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. És az 51. vers, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. Ugye itt Jézus saját magát azonosítja be kenyérként. Az élet kenyere. Erre a táplálékra van szükségünk, ami elégséges a túlélésre, az örök életre jutásra. Sokkal inkább azt mondja az Úr, mint a manna a pusztában. Hát pedig az se volt azért csekély dolog, ugye? Táplálkozz velem, mondja Jézus. Hát nyilván nem kanibalizmusról beszélünk. Hát hogyan tudunk mi táplálkozni ő vele? Az egyszerű személyes kapcsolat, a Krisztussal való betöltekezés, az a záloga annak, hogy győzhessünk. A Róma 16.20 azt mondja, a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Hát hogyan ronthatná meg az én lábam alatt a sátánt hamar, ha nincs bennem? Ugye? Tehát be kell, hogy töltekezzünk vele, akkor tudja az én lábam alatt megrontani. Én taposom a fejét, de az ő hatalmával. A saját erőmmel hiába taposnám. Ez az Isten kegyelme bennem. Csak úgy van jelen fejlődés, hogyha Krisztussal folyamatosan táplálkozom. Ez egy, hát ilyen furcsán hangzik, de egy ilyen lelki-szellemi transzfúzió, ahogy Jézus vére megtisztít. Ha fizikailag igaz, hogy azzá leszek, amit eszek, akkor mennyivel inkább lelkileg. Ugye? Nagyon bólogat a
kolléga itt a második sorban. Ő nagyon tudja, hogy a táplálkozás mennyire fontos. A lelki táplálkozásunk legalább ennyire fontos számunkra. Bármilyen képet mutathatok nektek a Szent Sátorról, két dolog biztosan nem lesz rajta. Az illat és az íz. Ezeket nem lehet képekkel, meg leírásokkal ábrázolni igazság szerint. Az illat a levegővétellel belemegy az orrodba, amikor belépsz a Szent Sátorba. Az egész héten keresztül átitatódott kenyeret a papok megtörték és megették. És ez egy különleges íz volt. Ugye az illattételi oltáron folyamatosan füstölögtek ezek a füstölőszerek, annak az illat anyaga átjárta ezeket a kenyereket, és egyébként is nagyon finom kenyereket készítettek, ez különleges kenyér kellett, hogy legyen. Hát ezekkel az ízekkel és illatokkal táplálkoztak a papok. Ízleltük már Krisztust. Érezted már a jelenlétét, az illatát? Ugye beszélni tudunk róla, de éreztük a jelenlétét az életünkben? Volt-e már ilyen? Ez azért, hogyha megnézzük, akkor a papok számára, de te számunkra is nem egy elméleti tudás, hanem tapasztalati. Olyan, mint amikor érzem az esőt a bőrömön, vagy amikor árad a kályhából a meleg. Ilyen kellene, hogy legyen. Ízlelem, hogy jó és gondoskodó az Úr. Amikor az úrvacsorában megeszed a kenyeret, mert itt jön vissza számunkra leginkább ugye a kenyérnek a jelentősége, vagy itt tapasztaljuk, amit a papok tapasztalhattak, ízleled és lenyeled, akkor az nem az agyadba, hanem a gyomrodba megy. Nem az agyunkba játszódik le, hanem fizikai síkon, hogy elhiszem, hogy az úrvacsora képes megújítani. Egy darab kenyérről beszélünk. De hát nyilván e mögött van egy szimbólum érték, egy komolyabb tartalom is. Amikor megeszem a kenyeret, az lemegy a gyomromba, és vérré válik bennem. Hogyha éhes vagy, akkor mit csinálsz? Kinyitod a hűtőt, kiveszel valamit, eszel valamit, igaz? Nem egy szakácskönyvet kezdesz olvasgatni. Értitek a párhuzamot? Nem elméletben kell, hogy táplálkozzunk, hanem gyakorlatban. Meg kell egyem azt a táplálékot, akkor válik a véremlé. Ha csak olvasgatok róla, nem biztos, hogy táplálékká válik számomra. Szoktuk ízlelni Jézust? Fontos lenne. 34. Zsoltár 9. rész. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Vagy 1 Péter 2.2. Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Már a szombatiskolában is említette Ervin, hogy ha nekem nincsen tapasztalatom az Istennel, akkor hát ha valaki szépen elkezdi nekem levezetni, hogy miért nincsen Isten, még az is lehet, hogy elhiszem. De úgy, hogy ma reggel már beszéltem vele, úgy, hogy tapasztalatom van, hogy találkoztam vele, hogy tudom, hogy milyen, amikor jót tesz velem, hogy tudom, milyen, amikor ő jó. Úgy nem tudják elhitetni velem, hogy nincs Isten. Hát találkozta, tudom. Hát ahogy veletek találkozom most, hát nem tudja nekem senki azt mondani, hogy az Ingrid nem ült itt a harmadik sorban. Ott ül, látom. Értitek? Tapasztalat.
És akkor a táplálkozásnak még egy aspektusát nézzük meg, az igével való táplálkozást. Mert ebben az értelemben szoktuk leginkább tekinteni a Szent Kenyerek asztalát, vagy a Szent Kenyerek asztalának a szimbólumát, hogy az igével való találkozásunk. János evangéliumának első fejezete maga azonosítja Jézust, mint az élő igét. János 7:29. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. Ahogyan a kinyilatkoztatást küldte számunkra Isten, úgy küldte Jézust is, hogy szemlélvén és ízlelvén őt lássuk az atyát. Az ige azonos Jézussal. Semmi meghasonlás nincsen köztük. Tehát ha valaki neked azt mondja, hogy Jézus ezt vagy azt mondta, de az igével nem azonos, akkor ott kezdjék kételkedni. Mert Jézus nem fog az igének ellentmondani, és az ige sem Jézusnak. Mi hajlamosak vagyunk tanulmányozandónak tekinteni csupán az igét. Nagyon nagy fejünk lesz tőle, de a szervezetünk többi részét nem fogja táplálni. Érzed, mekkora különbség van a között, hogy tanulsz Krisztusról, vagy hogy ő maga a táplálékoddá válik? Tegyünk egy kísérletet. Képzeld el, itt egy ilyen vaskos könyv a kezemben, legalább ilyen vaskos kell, hogy legyen, ami a mennyről szól. Fantasztikus leírások vannak. Egyetlen egy ilyen útikönyv nem létezik a világon, mert annyira klassz leírások vannak benne, és csodálatos képek, gyönyörű képek. És azt mondom, hogy Vili, neked adom ezt a könyvet az életed végén. Ezt mostantól kezdve folyamatosan olvashatod. Kéred? Vagy az örök életet kéred? Na, melyiket? De csak egy leírás, gyönyörű képekkel ugyan, de nem az örök élet, csak egy könyv róla. Na, ezért nem mindegy, hogy hogyan tekintünk erre. Szóval a Biblia, az Isten igéje, az nem csak tudomány, nem csak egy kötelező lecke, amivel fenyegetnek az iskolában, hogyha nem tanulsz, fiam, akkor megbuksz. Olvas többet, majd az megmenti a lelkedet. Biztos hallottátok már azt, hogy a betű öl, és a lélek az, ami megelevenít. Az egész lelkedet, lényedet átjárja az ige. Ha a nagybetűs igével van kapcsolatod, az megelevenít. Hogyha olvasod az igét, és az nem pesdít fel, nem formálja át az életedet, nem visz közelebb Istenhez, akkor kezdhetsz gyanakodni, hogy valami nem stimmel. Nincs baj, ne hagyd abba, olvasd tovább, csak kell kérni a Szent Lelket, hogy töltse meg a számodra élettel azokat a betűket. Mert különben csak betű marad. Tudok olyan hittudósról, aki egyébként ateista, de jobban ismeri Bibliát, mint én. Csak ő nem jutott el odáig, hogy ő találkozott volna Jézussal. Neki nincs meg az a tapasztalat, hogy hát tudom, hogy kinek hittem, hát ismerem. Még egy probléma van azzal, hogyha tanulni valóként gondolunk csupán az igére, lesznek olyanok majd, akik azt mondják, hogy hát én nem vagyok olyan okos, mint a papok, nem tudom értelmezni ezeket a nagy és veretes gondolatokat, amik benne vannak. Megvárom, míg az okosok majd bébipapit csinálnak belőle nekem, és akkor majd az jó lesz nekem, az elég lesz nekem. Majd betöltik egy tölcsérrel a fejembe, vagy nem tudom. Ugye nincs ilyen. Gondolod, hogy a te Istened olyan magasan van, hogy nem ér el te hozzád? Vagy gondolod, hogy a te szinteden nem érthető az Isten kinyilatkoztatása? Gondolod, hogy az Isten, a mindenható Isten, az nem tudja ugyanabból az igéből megelégíteni kemény eledellel az egyikünket, és hamisítatlan tejjel a másikunkat? Ugyanabból az igéből.
Emlékezz vissza, ugyanúgy érted az igét most, mint amikor először kezdted olvasni? És akkor is értettél egy csomó mindent. Meg most is, csak most mélyebben érted. Mert az igének különböző mélységei vannak. A kenyér az mindenki számára egy alapeledel. Ugyanazt jelenti, az élethez szükséges alapvető élelmiszer. Mi királyi papság vagyunk. Nekünk mindannyiunknak saját feladata az, hogy táplálkozzunk ezzel a kenyérrel. Senki nem rágja meg helyettünk. Nézzétek meg a középkort, hogy mennyi probléma származott ebből. Hogy máshogy magyarázták az igét az embereknek. És mi történt? Az emberek meggyűlölték az igazságtalan Istent, akihez csak búcsúcédulákon keresztül lehet eljutni, meg ilyen butaságok. Mert ő nekik ezt mondták az Istenről. Forgott a gyomruk a hamis eledeltől. Ugye mondjuk is ezt a kifejezést, hogy forog a gyomrom. Amit ettek, amivel táplálták őket, az nem volt valódi. Nagyon sok ma is a csontra soványodott keresztény, aki alig él, aki éhezik megelégítő táplálék eledel nélkül. Nagyon sok. Itt a mi soraink között is. Mert nem veszünk magunkhoz megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot, ami megelégít bennünket, ami elegendő muníció lenne ahhoz, hogy mi életben maradjunk, és tudjunk működni ezáltal. Sokszor gondolom azt az evangélizálásunkról is, hogy inkább csak hitelveket, meg szabályrendszert osztunk meg másokkal, és nem ezzel a fantasztikus személlyel, Krisztussal akarjuk megismertetni az embereket, aki által élünk mi magunk is. A menóráról egy másik alkalommal fogok beszélni, de egyetlen szempontból fontos megemlítenünk a Szent Kenyerek asztalának a kapcsán. Amikor Bécáléjel megkapja Mózestől az utasítást, igencsak törhette a fejét, hogy hogyan kellene ezt kivitelezni. Történetesen azt mondja neki Isten, 2 Mózes 20-25, készítes hozzá 7 mécsest is, és rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük lévő teret. Na hát jó, feladta a leckét Isten. Hát egy mécses, el tudtok képzelni egy mécses lángot. Az ugye fölfele és szét világít. Az hogy fogja az előtte lévő teret bevilágítani? Na de hát nem véletlenül Bécáléát hívta el az Isten. Úgy oldotta meg a dolgot, hogy apró tükröket tett a mécsesek mögé, amik egy pontra irányították a fényt. És mit gondoltok, mi volt az? Ha maga elé kellett, hogy világítson. Ugye itt van a menóra, ti felétek mutatom, itt van a menóra, itt van a Szent Kenyerek asztala. Így a Szent Kenyerek asztalára világított maga elé. Miért fontos ez? Ugye a Szentlélek, akit a sátorban a gyertyatartó szimbolizál, mindig Jézusra világít. Mindig Jézusra fókuszál. Ő rá hívja fel a figyelmet. Tehát ha mi, a mi bizonságtevésünknek, evangélizálásunknak nem Krisztus van a fókuszában, csak egy elvrendszer, vagy egy életstílus, ugye akár a hús nem evésről, vagy bármi ilyesmiről beszéljünk, vagy törvények sokasága, akkor finoman is célt fogunk téveszteni. De azt is mondhatnám, hogy nem vagyunk a Szentlélek vezetése alatt. És azokat az embereket életstílushoz, elvrendszerhez fogjuk vezetni, nem Krisztushoz. Még egy apróság, amit a 3 Mózes 24:7 említ. Tégy a sorok mellé tiszta tömjént, vajon miért kell a tömjént külön a Szent Kenyerek asztalára tenni? Hiszen ott van az illattételi oltár, amin bőségesen van tömjén. Miért kell még ide is?
Azért, mert ez egyfajta előkészület, imádkozás, elcsendesedés, jó illat ahhoz, hogy az étkezés, a táplálkozás ne csak amolyan, bocsánat a kifejezésért, street food zabálós kényszerevés legyen számunkra. Ezek a kenyerek egy hét után is illatosak, ízesek voltak, és átjárta őket egy héten keresztül a menóra fénye. Gondoljatok bele! Szeretnénk ilyen táplálékkal élni? Szeretnénk, ha ezt jelenteni számunkra Krisztussal és az ő testével való táplálkozás? Jól hangzik, nem? Gondold végig, hallhatott-e a legtökéletesebb szónokot és prédikátort, hogyha nincs mögötte az az egész héten való Szentlélekkel való megvilágítása az igének, amit átjár a gyertyatartó fénye, és tömjén illata van. És egy kevésbé jó előadó is, aki nem olyan ügyes, nem olyan jól forgatja a szavakat, nem a szavak embere. Önála is érezheted, hogy amit mond, az betalál. Mert úgy készült. Mert ezzel az átitatottsággal jön a táplálék számodra. Mostanra már biztosan sokatok fejében megfordult a gondolat, hogy én itt egy ilyen idealizált dologról beszélek, és hát az élet sajnos nem mindig ilyen. Vannak időszakok, amikor kinyitjuk a Bibliát, olvasuk az evangéliumot, semmi. Olvassuk a zsoltárokat, semmi. Maximum az, hogy hát de jó, Dávidnak is vannak rossz pillanatai, nekem is van, akkor tudok azonosulni vele legalább. Olvasom a jelenéseket, nem értem. Az egész olyan kihűlt, és nem érzem az illatát se, de olyankor ne csukjuk be, és ne keseredjünk el. Mindenkinél van ilyen. Hogyha belebonyolódunk az élet dolgaiba, hogyha a szívünk megnehezedik, valahogy eltávolodunk az Istentől, vagy egyszerűen csak valamivel megoltottuk a Szent Lelket, vagy rendezni valónk van vele, akkor a kenyér hideg. A Szentlélek fényénél, melegénél újra meleg és illatos lesz. Csak kérd Isten segítségét. Közeledj, és ő közeledni fog hozzád. Küldi az ő lelkét, mert a Szentlélek az elevenítő, az élesztő a kenyerünkben, aki puhává és meleggé tudja tenni számunkra. Ha ez a kenyér és az azzal való táplálkozás drágává és különlegessé válik számunkra, az a Krisztussal való legmélyebb intim közösségünknek a záloga, az oda fog vezetni. Isten fiával és üzenetével való bensőséges kapcsolatunk múlik azon, hogy ezt megértsük és tegyük is a gyakorlatban. Remélem azért talán sikerült egy kicsit mindenkit felbuzdítanom, hogy papok lévén lehetőségünk és szükségünk van a Krisztussal való személyes kapcsolatra, az igén keresztüli, a naponkénti feltöltekezésre, és a gyülekezetben pedig Isten üzenetének a hetenkénti vételére. Tekinthetjük közös étkezésnek is ezt. Hiszen csak azt tudjuk hitelesen továbbadni, amit mi magunk is megéltünk, tapasztaltunk, ízleltünk. Van egy ismerősöm, úgy tud beszélni receptekről, úgy tud előadni recepteket, hogy én közben nyelek folyamatosan. Értitek ezt az érzést? Biztos, hogy voltatok ti is így, hogy valaki beszél, valami olyan paprikás krumplit csináltunk a hétvégén, pedig egy egyszerű ételről beszél, és közben az ember csak nyel nagyokat.
Na, én szeretném, hogyha ezután mi így kívánnánk ezt az eledelt, hogy amikor a Biblia beszél Istenről, Jézusról, arról, hogy mit, hogyan tudunk csinálni, csak nyeljünk, csak akarjuk azt, hogy mi is így tudjunk élni az igével. És ne csak nyeljünk, táplálkozzunk is vele. Adja meg Isten, hogy az így személyesen megismert Krisztust tudjuk másoknak is bemutatni, hogy ők is tudjanak táplálkozni vele. Amen.